Székesfehérvár önkormányzata 2011 óta a nőnaphoz kapcsolódva minden márciusban szűrőnapot szervez a hölgyek számára. A cél, hogy a méhnyakrákot minél hamarabb felfedezzék az orvosok. Tesszük ezt azért, hogy minél több hölgy figyelmét felhívjuk arra, hogy milyen fontos a szűrővizsgálatok látogatása rendszeresen. Ezen kívül Székesfehérváron működik a megyei jogú városok közül először vezettük be a HPV programot, a HPV oltást, amely azóta országos program lett, tehát most már minden kislány megkaphatja. Székesfehérváron, hála Istennek, nagyon magas, 80% fölötti a megjelenés, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és a fiúk oltása is nagyon fontos. Gyuranec Miklós, szülész-nőgyógyász elmondta, az évi friss előfordulások száma 1400-1500. Ezeket a számokat lehetne csökkenteni, ha az egész lakosság komolyan venné a vizsgálatokat. Mint mondja, amikor a méhnyakrák panaszt okoz, akkor az már egy előre haladott stádiumot jelent. Évente 1400-1500 új megbetegedés van, és körülbelül 400 körül van az évenkénti halálozások száma. Hát ebből lehet látni, hogy elég nagy számban gyógyíthatatlan a betegség. És hát az még, hát hogy úgy mondjam, eljut az élete végéig valaki egy ilyen betegségbe, az nagyon sok szenvedéssel, nagyon sok fájdalommal jár. A főorvos hozzátette, főként a 30 és 50 éves kor között érintett a korosztály, de nincs felső korhatár, akár időskorban is kialakulhat a betegség. A fiatalabbaknál évente, 65 év felett pedig két évente ajánlott a nőgyógyászati szűrés. Az idei szűrőnapra március 4-én lehet bejelentkezni a 0670 455 99 30-as számon munkaidőben. Lehet a nőgyógyászati szűrővizsgálat mellett, amit két főorvos úr végez, Aut főorvos úr, illetve Gyuranec főorvos urak végzik, emellett vércukor, koleszterin szintvizsgálatra van egy kis meglepetésünk, egy pszichológusunk is itt lesz, és ha valakinek ilyen jellegű tanácsadásra van szüksége, azt is lehet, illetve csontsűrűségvizsgálatra lehet még bejelentkezni. A nőgyógyászati szűrőnapra március 9-én szombaton 8 órától 13 óráig várják a hölgyeket a Család és Nővédelmi Központba. Aznap 70 vizsgálatot tudnak elvégezni a szakemberek.